Volt egy Ady Endre nevű költőnk, ő néha kiózanodott, nem gyakran kockáztatott, de előfordulott kiózanodott. És egyszer azt írta, hogy kompország vagyunk, nyugat-kelet között jön-megy a komp. Aztán néha jönnek vendégek is a kompra, itt volt Angela Merkel, látogatóban ez a Germán Kleopátra. Vagy ha már műfajnál tartunk, Ajró Domina. Ezért nem hozta magával a Junckert, az Európa Bizottság elnökét, az a busképű lovag, ez egy ilyen alkes csehszlovák tévészerelő. Újabb kell venni, már. De nem tudták megbeszélni, mit mondjunk a migránsoknak, hogy gyere, állj. Nem akarom facitizálni magamat, csak nem beszélték meg ezt. Csak akkor volt sajtótájékoztató, kérdeztek, hogy miniszterelnök úr, mit jelent az, hogy illiberális demokrácia? Kus, köszönöm szépen. Államférfiak Magyarországon, legalábbis tömegesen, úgy értem, hogy volt három legalább az országban, legutóbb a reformkorban voltak, ott volt Batthyány Lajos, az első és utolsó felelős magyar miniszterelnökünk. Ott volt Széchenyi István, Steffi Gróf, ezek máshogy gondolkodtak ezek az emberek. Jó, Széchenyi is ott kastélyban nőtt fel, akkor nem 4 évük volt még, hanem 400 évig, hogy összegyűjtsék. A Jobbágy Izaura nagy ükanyáinkkal és Paraszpartakus ükapáinkkal. Aztán valahogy elkezdett máshogy gondolkodni a Széchenyi, mert valamiért a Széchenyi a Lánchidat nem nagy szekeren építette föl. Ez azért van, mert a hatalom az olyan, mint a sóspisztrácia, nem lehet abba hagyni. És beszólnak nekünk nyugatról, Amerikából is beszólt a Clinton. Ne szóljunk bennünk, Amerika, ott még rabszolgaság se volt, amikor már nálunk vitte a jobbágyakat a tifusz. Ez egy nehezebb volt most. Meg azt mondta Trump, Donald Trump, hogy ő nem akar bevándorlókat látni Amerikában, hanem visszahagyják. Vinetúnak aztán jönnek haza majd a... Rugdoshatom le őket a rédicsi kerítésről. Magyar ütőre, magyar vámpírt. De nem hagyjuk magunkat, felveszük a kesztyűt Amerikával. Lesz magyar űrprogram. Nem a NASA, a MÁV fogja bonyolítani. Igenis, láttam itt a kétkedő tekinteteket. Az évtized végére embert küldünk. Nagy kanizsára. Yes, we can. Mi nem tudjuk, hogy... Nem tudjuk, hogy mert télen lefagy, nyáron elhajlik, összetavasszal cserélik. Milyen anyagból készül, milyen infrastruktúrája van ennek. Meg van, hogy Nyugat-Európában van ilyen, hogy vezető nélküli vonat. Nem, van utas nélküli, az az igazi, amikor... Állasz, Béla, állasz. Kidűlött a talpfa raktára vasúton, nézte a bakter, mint Néro az égő Rómát. Ez bármeddig lehet csinálni, 1000 éve csináljuk. Nem baj, ha ég, addig se rohad. Na, ők fogják bonyolítani a... Köszi, srácok, köszi, magyarok, köszi, magyarok. Tehát ők fogják bonyolítani a Space Project-et, hogy 10, 8, 9, 8, 7, 6... Fire, Rozsádó rúsikló indul, Cedvőkbe Svém, Stratoszféra, Hold a Mars, Kecskevét, Ütrend, Hatosa Vágányérről. És egyszer lesz esetleg nálunk időutazás, hanem azt is a MÁV fogja bonyolítani, hogy Figyelj, a gótikus reneszánsz között pótlókbuszok viszik a kedves utasokat. Az lesz a csúcsa az egésznek, amikor ebbe a láthatósági szkafanderben magyar közmunkások gerebjézik a holdat. Kedves nézőink, most előkerülnek a cimacsacsorból az idegen civilizációknak hozott üzenetek. Először a tokai aszú, a szentelt kenyér, majd a bekeretezett bazmeg felirat kerül fel a holdkráterbe. De valami probléma adódott. Polgármester úr, baj van, vége. Mi az anyátok? Vége. Lent feletettük az Árpád sávhoz zászlót. Hülyék. Vágjátok ki a kéket az amerikaiból.